A jubileumi évad vége felé járunk, és most már elérkezett az évad elején beharangozott jubileumi ünnepségnek is az ideje. Kicsit többet most már akkor tudsz róla mondani. Mivel várjátok a látogatókat, rajongókat? Hát a terv az valóban teljesült, tehát itt az évad vége. És hát nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogyan is fejezzük be ezt az évadot, mármint abból a szempontból, hogy mi legyen ennek az ünnepi gálásnak a témája. Túl azon, hogy ugye nyilván 10 évesek vagyunk, tehát van mit összefoglalni. Úgyhogy született egy olyan ötlet, hogy ez egy 2x50 perces gálaműsor lesz. Ez ugye május 11-én lesz megtartva 19 órától a katolikus háznak a dísztermével, így a pontos. És hát tulajdonképpen ez egy 2x50 perces műsor lesz. A lényege tulajdonképpen az, hogy a teljes igény nélkül próbáljunk mi bemutatni azt a fajta mondjuk munkásságot, ha lehet így mondani, ilyen nagyon, hogy is mondják ezt nagyon okosan, hogy mit csináltunk mi. Azért mondom, hogy teljes igénye nélkül, ugyanis az első fele a műsornak, tehát ez az első 50 perc, az nagyjából a próza része a dolgoknak, illetőleg hát a köszöntések, várhatóak vendégek, hogy jönnek, az biztos, hogy Pál József rektor helyettes úr itt lesz, és köszönteni fogja a 10 éves egyetemi színházat. Az egyetem részéről még Tajtó Gabriella, a kulturális irodának a vezetője is itt lesz. És akkor, hát akit még biztosan föl lehet sorolni, azokon most azért gondolkodom így, mert ezek még mindig nem tisztázódtak tulajdonképpen. Az egyetem részéről ez tuti biztos. Van remény arra, hogy nem akarom elkiabálni, talán a Gyűri Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója is el tud jönni majd. Hát folyamatosan mennek ezek az egyeztetések. Nem tudom, hogy a Tóth Kata húga, a Manyi néni tud-e jönni majd erre, mert ugye ő rohadt az Államgépben valami előadás kapcsán, mint kortárs élménybeszámolót tartott nekünk, vagy nem is nekem. Meg hát ugye elég sok kötődése van az előadáshoz, a húga miatt. Úgyhogy tulajdonképpen őt is várjuk, hogy ez majd összejön-e, ez sok mindentől függ, de reméljük. Tehát ez az, ami a vendégeket illeti. Aztán azt tudom, hogy a Balog József, ugye a Maszk Egyeset szegedi elnöke fog moderátorként lenni ezen az esten. És hát, hogy mi fog történni ezen az első 50 percben, az sok mindentől függ. Az biztos, hogy mi megpróbálunk visszaemlékezni fölvételekkel, összeállításokkal, akár jelentekkel, sőt az is lehet, hogy azok az emberek, akik valaha voltak a SZESZ-ben, ugye nem csak úgy, hogy színészként, hanem háttérmunkás, fotósok, rendezőasszisztensek, azok is részt vesznek ezen az estén. Tehát vannak a SZESZ-en belül is, a régi SZESZ-esek közül is meghívott vendégeink, mondjuk így. Szóval őket is várjuk, hogy ennek a pontos számot még mindig nem tudjuk. Tehát ezért érdekes ez. A másik részről pedig annyit lehet mondani, hogy ez egy zenés est lesz. Azt úgy kell érteni, hogy ami zenés darabunk volt, azokból próbálunk mi szemezgetni, illetőleg hát van nekünk egy nagyon romantikus Szabad Ötletek című estünk, amit majdnem, hogy második évadja megy már, és valószínű, sőt, mint valószínű, hogy az a zenekar fog élőben játszani, és minden más, amit mi élőben tudunk prezentálni, ezt megpróbáljuk, amit az előadásokból lehet szemezgetni, tehát gondolok én itt a Félszárnyú Tündérek Völgye című előadásra. Ja, hát és akkor, ha visszatérek a vendégekhez egy picit, a Gerc Péter biztos úgy néz ki, hogy jön. Ő ugye a Félszárnyú Tündérek Völgyének a zenekar vezetője, per írója, mármint a zenéknek. És ugye itt a Simai Miska bácsinak a versei fognak elhangozni, reméljük, hogy ő is el tud jönni. Ez is egy ilyen remény. És akkor hát ebből kifolyólag aztán ott egy ilyen zenés buliba fog ez csavarodni. Úgy értem zenés buliban, hogy valószínűleg ezek a számok föl fognak csendülni, aztán eléggé koncert jellege lesz. Valószínűleg el fog hangozni a Rohadt az Államgépben valamiből, ugye ez a híres nót, ez a Ribizliáló, amit a Kis Judit fog előadni. Tehát próbálunk itt mindenféle ilyen meglepetéseket is okozni, ezért van ez a hebegés, habogás, próbálom úgy elmondani, hogy ne lőjek le minden point. Hát nagyjából ezt lehet tudni el az estről, és utána van egy hát egy még nagyobb buli annál, mármint, hogy nem csak már ott nem mi vagyunk a színpadon, mondjuk így, hanem már inkább azok, akik akarnak bennünket köszönteni a Várkertba, de 22 órától, ugye 9-re van vége a gálának valószínűleg, tehát van egy ilyen átmenekülés, vagy átfordulás a Várkertbe, és akkor ott ugye a rádióm is DJ-k lesznek, akik fogják a zenét csinálni, illetőleg a Fiction Stub zenekar fog koncertezni, akik elég jó ismerőseink,
meg hát csináltak ők már színházat is ott a Ronykocsmában, úgyhogy innen a kötődés tulajdonképpen. Hát ennyit a műsorról, nagyjából így fog ez összeállni. Hogyha a jubileumi évadra visszatekintünk, ugye még a gála előtt vagyunk, de azért az évad jó része lezajlott, voltak benne újdonságok is, például táncot még eddig a 10 év alatt nem láttunk a SESZ-től. Idén viszont igen. Hát igen, valóban az évad vége felé közeledünk, de hozzáteszem, hogy van még tennivaló. Na most hát, amit említettél, hogy a táncjátékot csináltunk, igen, valóban, tehát azt sose csináltunk eddig, ez újdonság volt a részünkről. Lehet ilyen nagyon nagy szavakat használni, de azt hiszem, ezt az évad elején is mondogattam én, hogy akkor most megalakult egy kicsit a Szegedi Egyetemi Színháznak a tánckara, vagy a balettkara, és akkor lehet itt nagyzolni, meg hülyeségeket beszélni. Nyilván van egy elég nagy létszámú, hát azt hiszem 16 főt számlál ez a kis csapat, akik táncolnak, igen. Tehát innentől kezdve ez egy jó dolog, meg szeretik ezt csinálni. És hogy látod, bejött? Tetszett a közönségnek? Hát a közönség nagyon jól vette ezt a lapot, én úgy érzem. Tehát ez az évad egyik olyan előadása, ami eléggé húzó. A másik rohadt az RMG-vel együtt. De hát ez volt az, ami ilyen nagyobb közönség sikert aratott. Mármint ha azt nézzük, hogy nézőszámban, tehát baromi sokan voltak rá kíváncsiak, itt volt olyan, hogy nem tudtunk leengedni annyi embert a Pince Színházban, amennyien kíváncsiak voltak erre. Nyilván az azért van, mert a nézőtér az picike, 50 fős, azokból is egyszerűen tényleg már nem tudtunk hova, vagy hogyan okoskodni, mert volt olyan is, hogy próbálkoztunk azzal is, hogy 2 napot játszottunk. Ilyenek is voltak, szóval ez egy abszolút jó vett, sikeres előadás volt. Alulhat az államgében valami is, tehát azzal sem maradtunk el ettől a nézőszámtól, viszont jóval kevesebbet játszottuk ahhoz képest, mint amit a Vámpír elbírt ebbe az évadba, hogy aztán lesz a folytatás, ez majd a jövő zenéje, és azért mondtam, hogy évad vége felé vagyunk, én már ki vagyok egy kicsit fáradva, ez tény, de hogy még van egy bemutató hátra, ez a bizonyos Balázs Béla tollából íródott dráma, Halálos fiatalság, az a címe. Tulajdonképpen ez valóban egy dráma, hogy aztán mi mit csinálunk belőle, mert hogy mi már lélektani drámának hívjuk, most így a próba folyamat zajlik. Ettől nem fogunk eltekinteni túlzottan, de ez mégiscsak azért egy komolyabb hangvételű dolog lesz. Picit szerintem jobban hasonlít a szemezetet igazságra. Figurák tekintetében úgy értem, hogy vagy hát legalábbis színész technikailag mondjuk így, tehát hogy hogyan dolgoznak a szereplők benne, az picit hasonlít erre a bizonyos munkafolyamatra, amit mi a szemenszedetnél csináltunk, meg hát ez egy színházi előadás, nem úgy zajlik a próba sem, ahogy rohadt az államgében valaminél. Biztos nem mondtam el sehol, de hát nyilván ott egy dokumentumjátékot csináltunk, tehát a feladat az volt, hogy volt egy regény, és volt az a sok-sok-sok-sok beszámoló, amit mindenféle, hagyjál egy beszámoló, hanem mindenféle tévképzetek, meg jó képzetek arról, hogy mi volt ez a korszak, ez a bizonyos második világháború és a hozzá kötődő antiszemita hozzáállás, és hogy ezekbe hogyan kapcsolódik bele a SEISZT, mármint a Szegedi Egyetem Ifjúsági Színjátszó Társaság, és akkor milliónyi egy kérdést tisztázunk kellett, tehát nagyon-nagyon nehéz volt úgy megcsinálnom ezt a dolgot igazából, és ezt nagyon sok vita is kísértem még a társadalom belül is, hogy egyszerre hiteles is maradjon, érthető is legyen a közönségnek, mondja is azt, amit kell, hogy mondjon. Ezt semmi se vesszen el. Na most ehhez képest a Halálos fiatalság egy adott témakört boncol, és jóval, hát ez egy darab, meg van írva faltól falig. Azt hozzáteszem, hogy az első verziót, amit megírt a Balázs Béla, sőt az is maradt az ő szemébe, legalábbis, az ugye 3 felvonásra oszlik. És ez egy 1917-es darab, tehát borzasztó régi, és ahhoz képest szerintem nagyon mai, és azt kell tudni róla, hogy mi meghúztuk, és valószínűleg egy felvonásos darab lesz ebből. Nyilván azért is, mert szerintem 3 felvonást már a mai néző nem bír elviselni, és hát nem is érdemes annyira kibontani ezeket a figurákat, akik benne vannak, mert ez adja magát a mai viszonylatban. Tehát ennek a bemutatója, hogyha pontosan akarok mondani, május 26-ára fog esni, 19:30, úgyhogy erre várjuk még a közönséget, és utána gyakorlatilag a Pince Színház kapu is becsukódnak, Várkertben kezdődik ott náluk a várjátékok, úgyhogy június 2-án már valószínűleg nem itt fogjuk ezt játszani, nagyon valószínű, hogy átmegy az előadás a zéróba, 3-4 előadás erejéig, és akkor utána tényleg becsukódik az évad. Bezárjuk a kapukat mi is.
Visszatekintve erre a jó pár hónapra, rengeteg munkával telt, mennyire ítéled sikeresnek? Azt gondolom, hogy ez az évad ez nagyon sűrűre sikerült, ahhoz képest, mint amit az előző évadok produkáltak. Ez nyilván a terv része volt. Az már egy érdekes történet, hogy mindig azt mondtam, hogy még azt mondtuk, hogy nyilván a SZESZ egyetemistákból álló társaság, ehhez képest mi próbálunk mondjuk így, sőt ez az évad nagyon is megmutatta, hogy mennyire lehet repertoár színházként működni. Vagyis azt csinálni, hogy csinálni 3-4 előadást, vagy 3-4 bemutatót, és ezt úgy tartani fixen, hogy azok nyilván teljesítve is legyenek, játszva is legyenek, és hogy minden ága legyen mozgatva a társaságnak. És ezt be kell látni, hogy ez baromi nehéz. Nem hiába van az, hogy ahogy a profik szokták mondani, hogy a Nemzeti Színház is sok bemutatót tart, na de nekik ott van az a hely, ahol nem csak, ahol mondjuk csak ők vannak, inkább így mondanám. Nekünk itt nyilván azzal is kell megküzdeni, hogy sok-sok társulat játszik itt még rajtunk kívül a Pince Színházban, ami egyébként egyáltalán nem gond, nem baj, csak ezt számba kell vetni. Illetőleg az az érdekes, hogy ez ha nem lenne mögöttem marketinges, rendezőasszisztens, tehát ha nem próbáljuk ezeket a feladatokat szétosztani, akkor bizony elég komolyan bele lehetne ebbe bukni. Nyilván nem sikerült belebukni, hál' a jó Istennek, viszont tényleg sok mindenki más munkája is benne van. Tehát, hogy itt voltak komoly melók azzal, hogy akkor hogyan is rakjuk össze az én terveimet azzal, ami a valóság. És akkor a lelkesedésen túl működtethető ez. Pláne úgy, hogy akkor, ha jól megnézed, voltál előadáson, tehát a táncjáték az egy tök más hangulat, mint a rohadt az államgépben valami. Majdnem, hogy párhuzamosan sikerült a próbákat intézni, mármint úgy, hogy egyik a másik után lett bemutatva ráadásul, és 2 hét különbség volt a 2 bemutató között, azt hiszem. Úgyhogy egy baromi feszített munkatempó volt, és egyikből átesni a másikba, és akkor kilátni az egyikből, hogy mi az, ami fontos benne, mi az, ami a másikban fontos. Na, hát itt és itt ráadásul 2 társaság is, nem azt mondom, hogy egymásnak esett, hanem inkább úgy mondanám, hogy itt abban a tekintetben van érdekesség, hogy ha táncjátékos, mondjuk így táncosok, tehát táncjátékos csapat, akkor így mondom, a táncjátékos csapat tulajdonképpen egy tök más dolgot próbált elkezdeni, mint amit a SZESZ valaha is csinált. Mivel nem színészek, hanem táncosok, és mivel nem voltak sosem ilyen típusú próbafolyamatban, nyilván más kép kellett ez a történethez hozzányúlni, más harcokat meg kellett megvívni. Nem tudom, hogy ez a Nemzeti Színházban ez hogy megy, hogy nyilván, hogy a balett kar, vagy hát akik táncolnak, nyilván érdekesebb. Tehát jó van, szét van osztva ez a dolog, itt is szét kéne jobban osztani, talán, esetleg. Mert ott ugye így szét lett választva a rendező, mármint most a kortárs tánc interjúban például beszélek, a rendező a koreográfustól. És hát rá kell jönni, hogy nem spórolásból van ez, nem árt, hogyha a rendező és a koreográfus egy címet visel, de ha már 2 visel, akkor, vagy ha 2 ember csinálja, akkor is szembe kell nézni azokkal, hogy itt akkor itt legalább 3 szinten zajlik a mindenféle egyeztetés. Egyrészt a táncosok részéről vannak kívánságok, akkor a koreográfus elmondja, hogy ő mit koreografálna igazából, vagy hát hogyan legyen. Elmondom az én elképzeléseimet, és akkor ez a 3 így, ez így forog egymással. Míg ugye egy prózai folyamatban ott van a rendezőasszisztens, és akkor az van nagyjából, amit a rendező akar. Illetve hát, ha nem, akkor meg csak a társadalmat kell egyezkedni, vagy egyeztetni. Itt viszont akkor ilyen 3-as formula ment. Szóval, na, baromi nehezek ezek a dolgok, meg érdekesek, szóval volt itt tapasztalat. Én nem mondom azt, hogy soha többet nem csinálok ilyen kemény évadot, de hogy jövő évad az mondjuk megelégedünk egy bemutatóval, vagy 2-vel, de hogy 3-mal biztos, hogy nem. Vagy hogy még tovább játszani, mit fogunk, én azt se tudom. Azt már látom, hogy szükségem lesz egy pihenésre, újra tölteni a duracellemeket, és akkor kiderül, hogy vajon hogyan tovább. Szép volt ez, meg jó ez, csak fárasztó, ez biztos. Ez szakmailag akkor úgy érzed, hogy mindenki fejlődött ebben az évadban? Hát szakmailag mindenféleképpen fejlődött, úgy, hogy emberileg is. Hát ugye voltunk most Budapesten, és ott játszottuk ezt a bizonyos rohadt az államgépben valamit, és pont az volt ennek a lényege, hogy mi ott voltunk. Ennek nagyon örültem, hogy egyáltalán el tudunk menni.
Mert ugye a színváltásoknak a hetedik fesztiválja volt ez, mert a Formák Csabiék, tehát a Radikális Szabadidő Színháznak a vezére, ő szervezte ezt mindig, és ugye a hatodiknál megálltunk. Az 2010-ben volt, finanszírozási problémák voltak ott, meg a tűzraktér volt az eredeti helyszíne, becsukták, tehát ne is menjünk bele, nagyon sok minden olyan dolog volt, ami miért nem. És majd 3 év telt el, hogy újra meg tudták szervezni ezt a fesztivált, és én nagyon örültem neki, mert hogy szerettem volna elvinni a kortárstánc interjút is, csak aztán baleset miatt nem sikerült, az egyik szereplő lesérült, aztán nem tudtuk elvinni. Úgyhogy maradt ez a bizonyos prózai előadás, ez a dokumentumjáték, és jól esett beszélgetni azokkal az emberekkel, akik a szert az országból ott voltak és nézték ezt az előadást, vagy legalábbis, hogy egy olyan közeget, ahol ezek hogy érdekli szakmailag is, meg emberileg is, meg tudják, hogy mi ez a munkafolyamat, amit egy egyetemi színház képviselni tud. És jó eset nagyon megnézni, hogy ki mit csinál. Az meg más kérdés, hogy nagyon megdicsértek bennünket emiatt az előadás miatt, és nagyon, nagyon pozitív kritikák, meg pozitív beszélgetés volt erről az előadások kapcsolatosan. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt, meg nagyon érdekes beszélgetések folytak, szakmailag is, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy jött létre az előadás. Föltették a kérdést, hogy merünk egyáltalán ilyenbe belevágni, mármint hogy dokumentumjáték, és itt olyan figurák vannak, akik tulajdonképpen éltek valaha, hogy ebben mit képzelek, hogy merek belevágni, nyilván vissza sem. De azért komoly volt a kérdés, hogy mégis hogyan. Ugye minden ága át lett beszélve tulajdonképpen ennek, úgyhogy én ennek örültem. És hát innen látszik, hogy ez a dokumentumjáték, ami az elején mennyire döccenősen indult, és mennyire sok minden dolog volt a háta mögött. Még olyan is volt, hogy jelentet húztunk ki belőle, aztán alakult ki az előadásnak a tényleges világa tulajdonképpen. Szóval, hogy amennyi nem pozitív értelemben baj volt vele, amennyi érdekesség hozzáfűződött, annyival lett ez tök izgalmas és nagyon színes előadás az évadnak. Úgyhogy mindemberileg, mint szakmailag baromi sokat léptünk előre, és ez a baromi szót nem azért használom annyira divatos, hanem tényleg ez jön ki belőlem, hogy nagyon hálás vagyok ezeknek az embereknek, még a vitákért is, mert nagyon sokat lehet tanulni egymástól. Úgyhogy az egyetemi színháznak a lényege most látszott meg, csak úgy igazán, hogy ilyen hosszú évadunk volt, és ennyi-mennyi dolgot raktunk össze. Ugye nem beszélve arról, hogy volt még egy szemeszelet igazság is, amit 30-szor játszottunk az évadban, mármint hogy a másikkal együtt, és arra még mindig jött a közönség, és csak azért hagytuk abban, mert egyszerűen nem tudtunk már egyezkedni, hogy kinek mi volt. Van, aki, tehát van olyan egyébként, ez nem titok, nem is egy ember, aki babát vár a társulatban, és tehát ez meg az, hogy az egyetemi színháznak sajnos ez a nem betegség ez, hanem ez a legnehezebb benne, hogy mindig elhagynak bennünket emberek, és mindig valahol abba kell hagyni. Folytathatod 1000 évig is, csak nem tudod, mert kinövik ezt az emberek lelki értelemben is kiszokták nőni, vagy elmennek más városba játszani, vagy valaki a Nemzeti Színházba megy, volt erre is példa valaha tőlünk, meg van, aki külföldre megy dolgozni, mindenféle van, tehát mindenféle emberi sorsra találkozhatsz, és ezt most nem azért mondom, hogy a nagy szavak beszélnek belőle, hanem tényleg erről van szó. Hogyha előre tekintesz, egyelőre ne a következő 10 év, részen ez egy óriási távlat, és már valamelyest említettük is ezt tavasszal, hogy az azért tényleg nagyon nagy. Következő évad, mondtad, hogy kevesebbet szeretnétek, de azért mégis fejtsd ki egy kicsit bővebben, hogy ezzel a társulattal, úgy, hogy babát vár, elmegy, hogyan tudjátok folytatni? Érdekes kérdés, mert az a gondolat támad bennem ilyenkor, hogy bizonyos értelemben nagyon nehéz lesz folytatni. Gondolom, hogy kell, mert azt gondolom, hogy kell egy ilyen közeg, ami az egyetemistáknak továbbra is támpont arra vonatkozólag, hogyha színházat vagy színházasdit akar játszani, vagy most ezt nagyon csúnyán mondtam, de lehetne szebben is. Tehát, hogyha valaki színjátszással akar foglalkozni, és abban a szempontból komolyabban, hogy volt itt ilyen például, hadd említsem a nevét, az Imre Krisztián nevű srác, aki meg most is van olyan, aki elment fölvételizni. Tavaly is volt, meg most is készül fölvételire. Tehát sokan, én azt úgy látom, hogy sokan, amit itt megtapasztalnak,
Nyilván ez egy színházi közeg, amit van a Pince Színházban. Ugye nyilván nagyon szépen köszönöm tulajdonképpen a Kancsár Józsefnek, az igazgató úrnak, a Pince Színház igazgatójának, hogy egyébként engedi ezt a szituációt, hogy mi tudunk itt játszani. Tehát van egy játszóhelyünk, egy stabil pont, amiben lámpákkal, fényekkel, pulttal, színpaddal tudunk működni. Úgyhogy ez baromi nagy dolog. És nyilván azok az emberek, akik itt vannak, azok megtapasztalnak egyfajta helyzetet. És van ez a bizonyos mérce, ami benne van a fejekbe elég régóta. Nyilván a Szenes Zoltán, az alapító művészeti vezető kezdte, és mindannyian megtapasztaltuk ezt. Az a lényeg, hogy ne csak magunknak játszadozzunk, meg ne csak egy bizonyos szintet próbáljunk belőni, és akkor ott azt mondjuk, hogy oké, ahogy azon vagyunk, hanem próbáljunk előre menni, fejlődni, kitalálni új dolgokat, kísérletezgetni, elmenni a műfaji határokban bármerre. Ugye a színházat is így szoktak csinálni. Most a repertoár színházat mindig ilyen csúnya szóval emlegetjük. Valóban az, hogy csúnya szó az a repertoár színház, én nem is ezt mondanám, hanem inkább az, hogy van egy, a SZESZ-nek egy olyan verziója is, ami eléggé kísérletező. Tehát ha ezt nézzük, a táncjáték, a dokumentumjáték, a bűnögyi komédia, mindaz, ami eddig volt, az kísérlet is a részemről, meg a részünkről, hogy ezt meddig lehet tolni ezeket a dolgokat, és hát ott van mögötte a szív, amit meg soha nem szabad elfelejteni. És ennek az évadnak nagyon nagy tapasztalata az, hogyha nincs mögötte lélek, nincs mögötte szív, és nem egy csapatként működik valami, és nem próbál lefele a csapat fele menni, akkor megette fel az egészet. Tehát pénzért lehet ezt csinálni, szép is, meg is lehet tanulni ezt a dolgot, mármint a színházat. És azt gondolom, hogy nem befejezett múltidőben beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy sem én nem vagyok kész, és nem vagyok óriási nagy rendező, meg sem azok, akik itt vannak, nem óriási nagy színészek. És tulajdonképpen senki nem óriási nagy művész, és senki nem óriási rendező, az a szép ebbe a egész színjátszásban, meg az egész színházi szakmában szerintem, hogy soha nem lehet befejezni a tanulását ennek az egész dolognak. Jó pap holtig tanul, szokták mondani, ez a véleményem nekem is. Tehát, hogy biztos, hogy ezután a színvel után, hogy visszakanyarodjak ezzel a körmondattal, tehát az a lényeg, hogy picit kevesebbet fogunk játszani, az biztos. Én benne mindig felvető, hogy vajon lesz a következő évad. Ez attól függ, hogy mennyire töltődnek fel ezek a tudatszerelemek, illetőleg hát az, hogy hogyan érdemes ezt csinálni. Mert azt el kell mondani, hogy nagyon sok segítséget kapunk. Nyertünk mi pályázatot most a várostól is. Illetőleg hát a Tajti Gabriella kulturális iroda vezetője sokat segít nekünk anyagilag, amit tud, azt megtesz. Én meg még mindig azt mondom, hogy mindenki más is megteszi, amit tud. De a nagy öröm az volna, hogyha még több pénz, támogatás ömlene bele ebbe a bizonyos nagy kondérba, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz azzal szembenézni, hogy mennyire nincs pénzünk ezekre a dolgokra, amikre kellene, hogy legyen. Bérleti díjak, fénymásolás, olyan dolgok, amiket egyébként a Horváth István felsorol a dokumentumjátékunkban. Színpad, fény, világítás, ezek nagyon fontosak, hogy legyenek, fénymásolni szövegeket. És ezek nagyon pici pénzek. Nem kirabolni akarom én sem a Szegedi Egyetemet, sem más nem akarok kirabolni, csak azt szeretném kérni, hogy ha még nagyobb támogatás van erre, akkor még nagyobbakat lehet lőni bele a világba. És még büszkébbek lehetnek azok az emberek, akik szívüket viselik ezt a bizonyos egyetemi színházat, a SZESZ-t. Hát most ez egy jó hosszú körmondat volt. A lényeg az, hogy valószínűleg folytatódik valahogyan. Hogyha a halálos fiatalságból most 4 előadást játszunk, én számítanék arra, hogy talán a jövő évadra is átcsúszik. A táncjáték, ha, és ezért mondom, hogy ha tisztázódnak a körülményei ennek, hogy hogyan tud folytatódni, kik mennek el, kik nem mennek el, ezt most úgy értem, hogy ez bármikor előfordulhat, akkor nyilván folytatódik, mert a koreográfusok, meg a rendező az marad, meg a helyzet is marad, hogy van erre lehetőség, hogy táncjátékot játszunk. És ennél annak örültem volna, és nem tudom, hogy ez folytatódik-e, ez nyilván ez emberi viszonyokon múlik, hogy folytatódik az, hogy ha már elindult egy ilyen táncjátékos csapat, akkor volnának terveim arra vonatkozólag, hogyha nem is érendezném, de ötletföldobásnak, hogy mit lehetne még táncjátékban megcsinálni.
vannak ilyen agymenések, függetlenül attól, hogy mennyi sört iszom, hogy mit lehetne még kitalálni táncban. Még egyszer mondom, maximum két bemutató, ami szerintem le lehet rakni az asztalra, és akkor minden jó lesz. És hogyha még több támogatást kapunk pénzben, akkor jó lesz. És annyit akarnék még ez mindez hozzátenni, hogy az én tervem az valahol mindig ott van lecövekelve, vagy igen, mondjuk így tervnek, hogy ugye ha annak idején azt nézzük, hogy az alapító művészeti vezető azzal a szándéka hozta létre ezt az egész dolgot, hogy nem volt egyetemi színház akkoriban. Tehát tengtek-lengtünk, hogyha egyetemi berkeken belül akartunk színházat magunk, vagy színházási lehetőséget magunknak találni, akkor voltak kis társadalok, de azok elhaltak. Nyilván az lesznek a nagy értéke, és hát most mutatkozik meg igazán, hogy 10 éve ez van. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, de van. És hogy ahhoz, hogy tovább menjen, nyilván kellenek feltételek, ez tény. De a leginkább az volna, ha lenne egy fix, állandó játszóhelyünk, akár egy egyetemi épületen belül is. Akár lehet felhívás az, hogy és ezt most azért mondom bele ide a mikrofonba, hát ha valaki hallja. Nem nagyon tudom, hogy miért van például a bölcsészkar épülete, tében van a régi tornaterem. Nem tudom, emlékszel, hogy van ott egy régi tornaterem, az most szét van ott kapva, szét van ott verve. Én vállalom azt, hogyha azt valaki odaadja nekem, hogy ott tudunk színházat csinálni, csak 4-5 függöny kell hozzá, meg a hely, meg a portás bácsi jó indulata, meg a rektor, vagy nem tudom, aki ott van, vagy aki ez felügyeli ezt az épületet. Azt sem mondom, hogy rektori szintű ez a dolog. Lehet, hogy nem tudom. Tehát nem a rektor úr ellen mennék én, sőt, egyáltalán nem. Tehát, hogyha ők bármit ilyesmit engedélyeznek, hogy oda tudunk menni, ott is lehet egyetemi színházat csinálni, sőt, nagyon jó esne, tök jó lenne. Valószínűleg nagyon sok ember járna oda le. Tehát az is egy helyszín. És hát az a lényeg, hogy ha mondjuk a következő 10 évet nézzük, amit most ugye mondtunk, hogy nagyon nagy távlat. De hát ez akkor lenne, hogyha le lehetne ezt cövekelni. Hogyha a Varga Norbert, nem ő lesz a művészeti vezető, akkor csinálja más. Legyen egy folytonosság benne. Legyen, akinek átad, és legyen, aki ugyanolyan felelősséget vállal érte, mint amilyet én, vagy amilyet a Szele Zoltán annak idején. És hogy soha ne legyen az, hogy azt kell, hogy mondjad, hogy nem tudod, hogy milyen a következő évad, hanem hogy tudd, hogy milyen a következő évad. Ez rengeteg segítség kell, de nem koldozni akarok, csak ez egy lehetőség, hogy akkor lehet egy nagyon jó baromi jó színházat csinálni, vagy egy közeget, amíg mégis az egyetemi polgár, amikor fülesküszik ott az egyetem, azt hiszem elsőben van egy ilyen polgári eskü, amit az egyetemi polgár letesz, hogy sok minden esküszik, és hogy az egyetem meg sok mindent biztosít neki. Nagyon jó lenne, hogyha, és hát kell is szerintem, hogy beletartozom az, hogyha ő színjátszani akar, akkor ő meg tudja tenni ezt. Akár az egyetemi színházon belül is, és ha már az embernek volna játszóhelye, csak azért mondom ezt zárójelesen, vagy ízézőjelben, hogy én nem is a magam irányába akarok nagyon nyúlni, mert hogyha volna egy hely, ami egyetemi színháznak van kitalálva, a Szegedi Egyetemi Színház, SZESZ társulatának a helyszíne, akkor oda már miért is ne jöhetne olyan típusú formáció még, akik csinálnak valamit, és nem szeszesek. Hanem, gondolok itt mindjárt, mondok egyet, van a Leland the Dog Show nevű előadás, azért mondom, hogy nevű előadás, amit a Szilágyi Szabolcsék csinálnak, ugye az alkalmi formáció nevük, őnek is szerintem nagyon jól tudna esni, hogyha úgy értem, hogy jól esne, hogyha lenne egy állandó helyszínük. Biztos, hogy jó aranykocsma, biztos, hogy mindenhol meg lehet oldani egy előadást, de ha ne, de ha egy állandó helyszínen volna, és akkor az összes egyetemista társulat, akik bármit csinálnak, vagy irodalmi szakkörök csinálnak egy előadást, lehetne helyszínt csinálni. Szóval ilyen bődületes nagy léptékekben tudnok én erről beszélni, ezért mondom, hogy nem tudom, hogy lesz a következő évad, ha lesz, akkor azok várhatók, hogy tovább megy egy-két továbbjátszás. Volt ilyen tervem, talán nem lövöm le, ha azt mondom, hogy jó lenne megcsinálni a szemezetet igazságot abban a formában, vagy rádiójátékban, élő fölvétellel, akár úgy, hogy rádiómi srácok fölvennék ezt, és úgy, hogy nem az eredeti, tehát nem amit mi játszottunk, azt a szöveget olvassuk föl, hanem van egy még előttebbi verzió, amit a Peti bácsi annak idején írt,
mert mi a húzottat játszottuk az ő verziójában, az ő húzott verzióját, azt előadni, és akkor lenne egy ilyen kis kuriózum még, és akkor az eredeti szereplőkkel. Ilyesmi kezdemények vannak az én fejemben, mert ebből mi lesz, az a jövő zenéje.